Sziasztok! Úton vagyok az Industrial Stúdióba. A PhotoPlus szervezett egy esküvői workshopot, úgyhogy ezen fogunk részt venni. Ez egy ilyen három órás program. Lesznek Lumixos vázak, DJ stabilizátorok, meg egy csomó minden, amit ki lehet próbálni. Igazából se nem esküvő, se nem vagyok, se pedig Lumixos, de igazából tök jó egy kicsit a komfortzónába kitörni, megismerni más technikákat meg, meg egy kis inspirációt szerezni egyrészt a témából, meg, meg hát az emberekből, mert azért a valóságban mégiscsak sokkal ö, nagyobb hatással tud mindenki egymásra lenni, illetve olyan dolgok is eszünkbe juthatnak itt így munka közben, mint ami máskor nem. És azért mondom, hogy munka közben, mert lesz egy mood videóhoz hasonló kis videóra való gyártási lehetőség, hogy úgy mondjam. Szóval, hogy a vázakat nem csak megnézni, hanem kipróbálni is tudjuk majd, és akkor van egy, lesz egy díszlet, lesz modell, lesz minden. Ö, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek. Elvileg minden cuccomat viszem, mert az volt az e-mailben, hogy jó, ha nálunk van, hiszen lehet, hogy nem jut mindenkinek gép, illetve kíváncsi leszek, hogy, hogy a Zion gimbalomhoz képest a DJ-ek mennyivel tudnak többet, hiszen azért az áruk Dupla, tripla, szóval jöjjenek a behind the scenes videók Lehet, hogy valami iPhone-nal lesz, lehet, hogy valami Lumix-sal, lehet, hogy valami ezzel a Sony-val De majd nyilván a videó sarkába jelezni fogom, hogy még mivel készült Úgyhogy csapjuk fel a vazét, aztán induljunk meg már itthon is vagyok, nagyon jó volt szakmázni egy kicsit. Az zenei Lukás Dániel tartott egy előadást, őt igazából a TikTokról ismerem, ott láttam egy csomó videóját, de majd le fogom csekkolni a portfólióját is, mert hogy állítólag nagyon ilyen esküvőgurú. Uh, volt igen egy modell, uh, Virág Kincső, uh, nagyon szuper volt, nagyon profi volt, úgyhogy... Úgyhogy az előbb láthattátok is, hogy a Panasonic és a Sony között milyen különbségek vannak, illetve az, hogy három gép is volt, tehát hogy három géppel vettem fel dolgokat, az egyik vélog volt, a másikra nem annyira emlékszem, de próbáltam azt, hogy azért legyen különbség. Az előadásban volt négy nagyon jó dolog, amit felírtam, azt mindjárt el is mondom nektek. Ezek szerintem az a jó benne, hogy főként az előadás az esküvői videózásról szólt, de szerintem Azért hasznosítható ez a bármiben, fotósoknak meg videósoknak. És az első az volt, hogy a joga az övé, ezt ő beleírja a szerződésbe, ez egy tök jó dolog, mert ha felveszel mm, 6-8 órányi anyagot, akkor nehogy már az legyen, hogy az ügyfél utána, nem tudom, mindent is, magának akar meg újra válogatni, meg stb. Szóval, hogy hagyd ő döntse már el, hogy a kreativitásához képest, ha már ezt a terméket rendelted, mert végül is egy videó, egy termék, akkor hadd az legyen már, hogy ő döntse el, melyiket dobja bele, vagy melyiket dobja a kukába. Illetve, hogy beleírja a szerződésbe, hogy egy 3 és egy 15 perc körüli videó lesz leadva, és nem az lesz, hogy 40 perces, meg 4 órás. Hát én például ilyen nem találkoztam, szóval az nem a legjobb, amikor benyögik, hogy az egész felvételt szeretnék kérni, és hogy ki fogja azt a 8 órát végignézni komolyan. Na mindegy. Illetve benne van a szerződésében az is, hogy zeneválasztásnál azért, hogy azt is ő intézi, hál' Istennek már azért ezek a stock zenei oldalak, mint az Epidemic, vagy az Artlist, vagy stb. Ezek már tök jók, de hogy amikor jönnek a slágerekkel, nem értik meg, hogy ez le fogja tiltani a Facebook, Insta, minden. Viszont tök jó, hogy ez a gondolatmenet, hogy oké, okay, akkor azt mondtátok, hogy ezt nagyon-nagyon szeretnétek, de hogy keresünk hozzá hasonlót, ez így, ja, logikusnak tűnik, úgyhogy ez egy tök jó dolog. Úgyhogy nagyjából ezek voltak. Hát találkozunk egy következő videóban, ami nem tudom mi lesz, Ami kettő is benne van a csőben, úgyhogy remélem, ja, illetve még ebből a kincsős felvételből ebből lesz még egy szinematikus dolog, nem csak ilyen behind the scenes, én is megcsinálom a saját kis portfóliós referenciás dolgomat. Hmm, hát igen, nehéz lesz az, hogy, hogy hozom össze képi világban a színezésben, de hát az már majd kiderül. Úgyhogy találkozunk a legközelebbiben, ami már biztos, hogy valami tutoriálos lesz. Sziasztok!